Önök a Balassa magazint látják, köszöntöm nézőinket. A magas vérnyomásban szenvedők aránya folyamatosan növekszik. Az adatok szerint ma közel 10 millióan halnak meg a világon a betegségben. Ráadásul a hipertónia számos más betegség kísérőjeként is megjelenik. Ezért volt kiemelkedő jelentősége annak a konferenciának, ahol a szakma minden érintett területe elmondta tapasztalatait. A Balassa János Kórház tudományos tanácsa és a Kóra Alapítvány évek óta rendez szakmai konferenciát a hipertónia kezelésének aktuális kérdéseiről. A magas vérnyomás népbetegség, halljuk lépten nyomon, és több más betegséggel együtt is társul. Éppen ezért a szakma fontosnak ítéli, hogy minden érintett terület elmondja tapasztalatait. A hipertónia az az első számú közellenség, az első számú némagyilkos. Ha azt vesszük, hogy világszerte 10 millió ember hal meg a hipertónia következtében évente, az egy óriási szám, még nagyobb döbbenet, hogy ezeknek a fele nem tudott arról, hogy hipertóniás, és úgy kap agyvérzést, úgy kap szívrohamot, úgy kap hirtelen halált, hogy a hipertóniáról nem tudott, nemhogy nem volt kezelve. Ez magyar számokra lefordítva, Magyarországon a lakosság 35-40% a hipertóniás, tehát ez egy 3,5-4 millió embert érint. Emiatt fontos az, hogy minden orvos tudjon erről, ezt nem a kardiológusoknak, nem a belgyógyászoknak a belügye, minden egyes orvos-beteg találkozáson, még ha csak egy szemorvosi vizsgálatra megy valaki, vagy egy műtétre, egy adott szakterületre, fontos volna a vérnyomásmérés, mert sorra fedezzük föl a fel nem ismert hipertóniásokat. Ez a 3,5 millió embernek körülbelül a fele van szintén kezelve az országban, és annak is csak a fele van jól kezelve. Sajnos Tolna megyében a 2015-ös felmérés, ez a legfrissebb, annak az adatai szerint még ennél is kevesebb, alig csak a negyedük van jól kezelve, és hát a jól kezelés azt jelenti, hogy a célértéket eléri. A cél a jó kezelésben az, hogy a 140/90-es határ fölé ne menjen a vérnyomás. A szakmai közvélemény megpesdült, mondta Bencu főorvos, mióta az Egyesült Államokban ezt a célértéket még alacsonyabbra határozták meg. Az se legyen biztonságban, akinek 135/85-ös a vérnyomása, neki is nagyobb a kockázata annak, ahhoz képest, akinek csak 120/70. Tehát az, hogy életmódváltás, életmódkezelés, és ez rögtön már diabétesszel, hipertóniával meghozza a kapcsolatot, az indokolt már ebben a tartományban is. A kórház tudományos tanácsa az egyik fő céljának tartja, hogy a legfrissebb információkat adhassa a szakmának, mondta Kondákor István főorvos, a tudományos tanács elnöke. Az külön egy cél, hogy ilyen neves rendezvényeket Szekszárdra hozhassunk, mivel azt gondoljuk, hogy a megyei kórházak között a Szekszárdi megyei kórház is egyben egyetemi oktató kórház is olyan értékekkel rendelkezik, hogy méltán vannak egyre több, egyre nagyobb számon itt országos rendezvények. Ugye a rendezvénynek a fő témája a hipertónia. Ez több szakmát érintő probléma, és a lakosságnak egy jelentős része előbb vagy utóbb ugye hipertóniával szembesül, akár saját maga, akár a beteg rokonok vagy családtagok révén. Amennyire ezt egyszerűnek gondoljuk, sokkal bonyolultabb ennél a helyzet, már csak abból is kiindulva, hiszen nagyon sok fajta gyógyszer áll a rendelkezésünkre, de még mindig nincs ideális és általánosítható, hatékony gyógyszeres terápia. Mondhatni úgy, hogy ez egy ennyire szabott. És pontosan emiatt, hogy ennyire szabott a hipertónia kezelése, nagyon komoly szakmai kérdés és dilemma, szinte mindennapos dilemmát jelent az, hogy milyen az ideális vérnyomásbeállítás, hány gyógyszerrel, hány hatásmechanizmusú gyógyszerrel, ezek milyen kombinációval érhető el az ideális vérnyomás, egyáltalán mi az ideális vérnyomás, erről is az alapkérdésről folyamatosan megy a diskurzus a szakmába. A megelőzésnek épp úgy, mint a rendszeres testmozgásnak kiemelkedően fontos szerepe van. A megelőzés egyik legfontosabb eszköze pedig a rendszeres szűréseken való résztvétel. A betegség első jelei után megfelelő kezeléssel kordában lehet tartani a némagyilkosnak titulált kort. Két új berendezést állt a gyógyítás szolgálatába a gastroenterológián. Az egyik könnyebben elviselhetőbbé teszi a laparoszkópos vizsgálatot, míg a másik jelentősen hozzájárul a korszerű higiéniás előírások betartásához. A
laparoszkópos vizsgálatok elvégzéséhez eddig levegőt fújtak a bélbe, ami hosszú idő alatt szívódott csak föl, és ezzel kellemetlen közérzetet okozott a betegeknek. Az új berendezést ezt a problémát oldja meg. Az eddigi műszerünk, gépünk az levegőt fújt be a bélbe, ez pedig széndioxidot. A különbség az az, hogy a széndioxid a nitrogénnél 160-szor gyorsabban szívódik föl. Ebből kifolyólag a betegek sokkal kevesebb fájdalmat éreznek, sokkal kisebb a vizsgálat után fellépő és kialakuló hasi feszülés és diszkomfort, illetve a tapasztalat az, hogy ezt a rendszert alkalmazva nagyobb arányban lehet elérni a vastagbél, vékonybél átmenetet, tehát gyakorlatilag a kolonoszkópos vizsgálatok sikerrátáját is megemeli, illetve időben is gyorsabban lehet ezzel a technikával haladni, tehát betegenként átlagban néhány percet lehet nyerni, ami mondjuk egy napi rendelésnél azért már egy jelentős időnyereség lehet. Ez a műszer minden betegségtípus esetén használható, még a súlyos tüdőproblémákkal küzdők esetében is biztonságos a módszer. A vizsgálatok idejét sok tényező befolyásolja. Perctől akár másfél-két órás beavatkozásokról is beszélhetünk. Itt van a nagy előnye, hogyha például egy elhúzódó, bonyolult, több nehéz polip eltávolítása válik szükségessé, akkor ha ezt a rendszert használjuk, sokkal könnyebben viselik a betegek. Ugye nem arról van szó, hogy a folyamatos látás biztosítása érdekében adagolt gáz benn marad a hasban, és csak hosszú órák múlva szívódik fel, hanem gyorsan felszívódik, és nem fújjuk a beteg hasát egy nagy léggömbé, hanem ez folyamatosan felszívódik, és a tüdőn keresztül ürül ez a gáz. Tehát a hosszú vizsgálatok is könnyen tolerálhatóak, és nekünk is megkönnyíti a munkát. Az endoszkópos labor történetében ez a mosogatógép egy nagyon fontos lépés, mondta Kovácsik doktor. Ez egy teljesen automatizált kétkamrás mosogatógép rendszer, ami egy rendkívül nagyfokú minőségbiztosítási hátteret ad. A komputer folyamatosan ellenőrzi a tisztítás minden fázisát, nyomásviszonyokat ellenőriz, hőmérsékletviszonyokat ellenőriz, és bármiféle problémát lát, akkor vagy korrigál, vagy leáll a rendszer. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a gépnek a használatával a tisztításbeli bármiféle észrevétlen problémát gyakorlatilag kiküszöbölhetővé tudjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy az esetleges fertőzés veszélye a minimumra csökkenthető. Én úgy gondolom, hogy az endoszkopos laborunk technikai felszereltségében ez egy nagy előrelépés, és olyan szempontból pedig a kórház hírnevét is öregbíti, hogy az abszolút 21. századi rendszer és gép, tehát ez a piacon elérhető egyik legmodernebb eszköz pillanatnyilag. Egy kis teherautónyi adományt gyűjtöttek össze a Szekszárdi KSC szurkolói és játékosai a Szekszárdi Kórház javára. A felajánlások elsősorban olyan tisztálkodási szerek és eszközökből álltak össze, amire nagy szüksége van a kórházban azoknak a betegeknek, akik nehéz anyagi körülmények között kényszerülnek a betegágyba. A kórház és a kosárlabda klub között régóta jó a kapcsolat, korábban már több közös jótékonysági akciót is tartottak. Egy közös fotó az egyik adománnyal teli dobozzal a Szekszárdi Balassa János Kórház karácsonyfája alatt
Összesen egy kis teherautónyi ajándékot gyűjtöttek össze az Atomerőmű KSC játékosai és stábtagjai, valamint a csapat szurkolói a megyei kórház betegeinek. Úgy gondolom, ez nagyon fontos, hisz most itt vagyunk a karácsony közeletében, és ugye mindenki a családjával tud lenni, de akik ugye itt vannak a kórházban, és nem tudnak annyit együtt tölteni, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megkapják mindazt, tehát ők is érezzék azt, hogy támogatva vannak, és megkapják azt, amire szükségük van. A dobozokba főként tisztálkodó és egyszerű higiéniai termékek kerültek. Az adományokat a KSC stábja mérkőzés közben gyűjtötte. Az, hogy a lányok igazán jó ügyért játszottak, nekik is komoly lendületet adott a pályán. Nagyon örülök, hogy itt a Szekszárnára klub egyre több ilyen kezdeményezést csinál. Ugye elég sokszor van, amikor labdákat gyűjtünk iskoláknak, amikor ugye a kórháznak most már elég sokszor siókupánnál is volt, hogy gyűjtöttünk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon jó érzés, mert minél többen ellátogatnak a mi meccsünkre, ugye annál több, megvan az esély, hogy annál többen segítsenek, úgyhogy, és tényleg nagyon sokan követnek minket, és azáltal, hogy tényleg minket is szeretnek így szerint az egész, meg hát ugye az egész szekszárdi közeget, én ennek nagyon örülök, hogy ennyi ember segít itt Szekszárdon a kórháznak, és mindenkinek, akinek szüksége van rá. A gyűjtés előtt a KSC és a kórház vezetői megbeszélték, hogy milyen felajánlásokkal tudnának leginkább segíteni az adományozók a betegeknek. Azt gondoljuk, hogy azt az önzetlen szeretetet és segítséget, amit egyébként a csapat megkap a kórház dolgozóitól, azt nekünk kötelességünk viszonozni, és ilyenkor ebben a szituációban, ugye karácsony környékén, decemberben tudjuk, hogy azért vannak olyan emberek, akik rászorulnak bizonyos dolgokra, és úgy szoktuk megszervezni, hogy meg is kérdezzük a kórház igazgatóját, hogy mi az, amire konkrétan szükség van, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok az emberek, akik olyan állapotban érkeznek a kórházba, vagy nincsenek hozzátartozóik, vagy éppen nem törődnek velük, hogy az ő ellátásuk is gördülékenyen menjen, és ehhez tényleg ezek az alapdolgok, hogy tusfürdő, fogkefe, fogkrém, borotva, meleg ruha, papucs, ez nélkül összetetlen, és annak külön örülök, hogy a szurkolóinkat pedig mindig sikerül megszólítani, mindig az ügy mellé állnak, hiszen lehetne felhívás, hogyha ők erre nem kapnának, de hál' Isten mindig értő fülekre találunk, és rengeteg mindennel támogatnak minket, így pedig mi tudjuk támogatni az adott intézményt. Németh Csaba, a kórház főigazgatója azt mondja, az ilyen egyszerű mindennapi használati eszközök igazán hasznosak, mert sokan nem tudnak felkészülni arra, hogy betegágyba kerülnek. És az idei gyűjtési cél ugye olyan ruházati termékeknek, olyan higiénés eszközöknek a gyűjtésére vonatkozott, amit azoknál a betegeknél, azoknál az embereknél tudunk felhasználni, és azokat az embereket tudjuk ebből segíteni, akik vagy valamilyen váratlan, rendkívüli helyzetbe kerülnek be a kórházba, és nincs alkalmuk rá, hogy a kórházi bentartózkodáshoz szükséges mindenféle hozzávalót összekészítsék. Illetve hát sajnos vannak olyan embertársaink is, akik olyan szociális körülmények közül érkeznek, hogy probléma, illetve gond a megfelelő kórházi ruházatnak, vagy a tisztálkodáshoz szükséges dolgoknak az előteremtése megléte. A kórházi szociális munkások foglalkoznak ezeknek az embereknek a segítésével, támogatásával. Ez az adomány, amit most kaptunk, az ő munkájukat fogja segíteni, és azoknak az embereknek a gyógyulását és a boldogulását szolgálni, akik hát ilyen nehéz helyzetbe, talán lehet mondani, a legnehezebb helyzetbe kerülnek kórházi ellátásra. A Szekszárdi KSC nem most először segített a kórház betegeinek. Az advent előtti gyűjtés már hagyomány a csapatnál, és korábban a gyermek és az újszülött osztálynak is segítettek hasonló akcióval. Paks 2 és Szekszárdváros közösen adományozott a Balassa János Kórház gyermekosztályának. Tolna megye legnagyobb beruházásának vezetői kiemelték, a kórháznak fontos regionális szerepe lesz a jövőben, ezért is fontos az együttműködés. Az adományozók nem csak a gyerekekre, hanem az egészségügyi dolgozókra is gondoltak. Az ünnep idején kórházban lenni nem felemelő élmény. Éppen ezért többen próbálnak enyhíteni a nehéz helyzetben lévők mindennapjain. És valamiféle kárpótlás jár azoknak is, akik hivatásukat teljesítik az ünnepek idején. A Paks 2 munkatársai vállalták, hogy gyűjtésbe kezdenek, és ennek eredményét hozta el a cég vezetése és Süli János miniszter a betegeknek. A betegség is része az életünknek, természetes része, mindig lesznek gyerekek, akik kórházban vannak, akár majd a mi unokáink is, és akkor
azért gondoltuk, hogy meglátogatjuk a gyerekeket, hogy ezekben a napokban, amikor ünnep van, mindenki egyébként azzal tölti az idejét, hogy a várakozás, mit hoz majd a Jézuska a gyerekeknek egyéb, hogy akkor mi egy kicsit elő ünnepet tartottunk, hogy nekik ez a pár nap is, amíg esetleg hazamehetnek a szülői környezetbe, addig is jobban érezzék magukat, egy picit próbáltuk a hangulatukat javítani. Lenke István, a Paks 2 vezérigazgatója azt mondta, a beruházás egy térségi program, melyben Szekszárd és az itt működő intézmények meghatározó szerepet viselnek. És igaz ez a kórházda is. Ez gyakorlatilag térségi program, regionális program, igen. És Szekszárd az egyik, mondjuk így, oszlopos helye ennek a programnak. Hát hosszú időn keresztül nagyon sok ember fog majd itt dolgozni, és nyilvánvalóan nem volt cél, hogy Paksra zúdítsuk azt a sok-sok embert. Ezért van az, hogy egy regionális programban működünk, vagy gondolkodunk. Nem csak, hogy a gyerekekkel van baj, gond, betegség, ugyanúgy majd az ide érkező munkavégzőkkel is, és arra is ugye folyamatosan van tárgyalás, egyeztetés ennek a fölkészüléséről. Ebben benne van ugye a első lépésként a Paksi Szakorvosi Rendelőintézet, benne van a Szekszárdi Kórház, benne van a Pécsi Egyetemi Kórház, és benne lesz, ahogy a híd megépül, akkor az ellátásban a Kalocsa, hisz adott esetben a Kalocsai Kórház kerül legközelebb Pakshoz, de ugye ennek a hármas egységnek majd kell úgy ellátni a betegeket, hogy megfelelő színvonalon tudjunk gondoskodni. Én azt gondolom, hogy ez a régiónak és a megyének az összefogását mutatja ez a mai alkalom. Összetartozunk és összedolgozunk, törődünk egymással. Ácsesőszekszárd polgármestere stílszerűen egy babahordozó ágyja édességgel érkezett. Az elmúlt években a város sokat tett azért, hogy a gyerekek, mikor itt töltik az idejüket, azt jobb körülmények között tegyék, hiszen egy teljes szintet már felújítottunk itt, ahol jelenleg vagyunk, most zajlik alattunk egy szintnek a felújítása. Ezt már a kis térség összefogásával valósítjuk meg. Egészen odafigyelünk arra, hogy jobb körülményeket biztosítsunk a szegény beteg gyerekek számára. Példaértékű az együttműködés, hiszen itt a parkolási helyzettől, a felújításokon keresztül sok mindenben dolgoztunk együtt. Én biztos vagyok benne, hogy a jövőben folytatódni fog itt, ahol vagyunk, ennek az épületnek a további felújítása. Négy szintről beszélünk összesen, tehát van még itt feladat. Szeretnénk itt az összes szintet felújítani. Remélem, hogy a szülészetnek az építése is majd el fog indulni. De természetesen a rendelőintézet felújítása, ami megtörtént részben 2 évvel ezelőtt, ez is folytatódni fog majd szándékaink szerint. Tehát rengeteg olyan feladat van, amelyben közösen szeretnénk dolgozni, és ugye ne felejtsük el, hogy a központi ügyeletünk is itt lesz nem messze a kórháztól, és én azt gondolom, a legoptimálisabb munkamegosztás majd ki fog alakulni a kórház és az ügyeleti központ között. Az ajándékok egy része az osztályon marad, hogy azoknak is enyhítse vele az elesettségüket, akik ezután lesznek majd átmeneti lakói a gyerekkórháznak. Minden kórházba befekvő kisgyerek élvezni fogja majd ezeket a játékokat, és megkönnyíti a kórházba eltöltött perceket. Úgyhogy ezt a nemes és emberi felajánlást, ezt csak köszönni tudjuk a ZRT összes dolgozója részére. És amit még külön szeretnék megköszönni, hogy nem csak a gyerekekre és a szülőkre gondoltak, hanem az ajándékozásnak a szolgáltatót teljesítő munkatársai is részesei lehettek. Egy ajándékcsomagot kaptak azok az orvosok, nővérek, akik a karácsonyi ünnepeket itt fogják majd tölteni a beteg gyerekek között, és az ünnepet a családjuktól távol töltve mások segítésével és más családoknak a gyógyításával lesznek elfoglalva. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!